Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja bájtságul sokakért. Az útmutató igéjével szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az érdeklődő testvéreket online istentiszteletünk kezdetén, Böjt 5. vasárnapján. Az emberfia azért jött, hogy nekünk szolgáljon. Példát adott ezzel. Adja Isten, hogy ezen az istentiszteleten még inkább megértsük, mit jelent a szolgálat. Mit jelent, hogy ő az életét adta értünk. Istentiszteletünk kezdetén az evangélikus énekeskönyv 199-es énekét énekeljük el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Thank you.
Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltóm önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm áldozata, nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Böjt 5. vasárnapján hallgassa meg a gyülekezet egyházunk oltár előtti felolvasásút rendelt igéit. Az ószövetségi igét megírva találjuk Mózes első könyvének 22. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt, a Szamárral, én pedig fiammal elmenjek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő ezt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.
Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a Te igéd igazság. Hallgassuk meg vasárnapunk evangéliumi igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a 48. verstől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem talál halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magad? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki, 50 éves sem vagy, és te láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Boldogok, akik hallgatják, és szívükben megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg hitünket az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szavai szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük el az evangélikus énekeskönyvből a 380-as számú énekünket. Amen.
segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg hittel és figyelemmel a mai napra Judiká, Böjt 5. vasárnapjára kijelölt új szövetség igénket. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. versétől a következőképpen. Az igét helyünkről felállva hallgassuk meg még otthonainkban is. Mivel, hogy azért atyám fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt. A kárpit, azaz az ő teste által. És lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását, tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Helyet. Drága testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, akiben van a mi üdvösségünk. Éppen egy hónappal ezelőtt dr. Fabinyi Tamás elnökpüspök szolgálatra indított ebben a templomban, Olivérrel a parókus lelkészsel együtt áldással bocsátottak útra. A szolgálat programja a gyülekezet plántálás. Most úgy tűnik, hogy lehetetlen a plántálás. Üres a templom, néptelenek a tervezett alkalmaink. Úgy látszik, mennyei gazdánk jelt ad, és visszakozót parancsol, amikor azt mondja, ne akarj palántázni, amíg nem vetettél. Így van. Nincs palánta és nincs plántálás. De van vetés, igeszórás, vetés, amiből majd kihajt a palánta. Most látjuk, híradókban halljuk, mi is azt tesszük, hogy a gyülekezetek, az egyházak, mivel nem mehetnek templomba, úgynevezett online istentiszteleteket tartanak. Én most egy másik idegen szóval váltanám ezt ki, broadcasting. A műsorszórás, a rádió és a tévé közvetítésnek a szakkifejezése ez. De hogyha jobban megpiszkáljuk ezt a szót, akkor látjuk, hogy mást is jelent. Azt is jelenti, hogy széles mozdulattal szórni, széles mozdulattal szélesen vetni. És bizonságot tehetek róla, drága testvéreim, hogy elérkezett az ige széles szórásának az ideje. A szentendrei templomunkban maximum 120-150 ember fér. Optimális esetben vasárnaponként tehát ennyi testvér szívébe hullhat a csodálatos vető mag, az ige. A múlt vasárnapi istentiszteletünket ennek a létszámnak tízszerese haladta meg. Tapsoljuk meg a Teremtőt, hogy ma is igaz a József szájába adott szó. A vírus rosszat gondolt, de az Úr Jézus ezt az inséget jóra gondolja fordítani. Hogy toporzékol a személyes gonosz? Kélegni akart az üres templompadokban, és tízszer annyi embert ért el az igehirdetést, broadcastingolva, szélesen szórva otthonokba, szívekbe az igét. Olivér testvér, drága munkatársak, szentendrei evangélikusok, gondoltátok volna ezt valaha? És a lelkész múlt vasárnap jó magot vetett, én is meghallgattam feleségemmel együtt, igét hirdetett,
szívbe hullott. Aki egyébként nem látta, hallgathatja, megnézheti az interneten. Kezdjük, vagy folytassuk, akkor a vetéssel. Elő kell készíteni a talajt. Nagyon jó a talaj előkészítésére a barázda. Az ige szórásához az egyházi esztendő ez a barázda, ennek az üzenetének a figyelembevétele. Amikor szolgálatból bocsátottak az imént látott képeken, a vasárnap üzenete így hangzott, Böjt első vasárnapja, invokábit mé, azaz, ha segítségül hív engem, mondja az Isten, meghallgatom. Ma ezt halljuk a 43. Zsoltárból. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Édesapám nagytartsai lelkészként nagyon tartotta magát a liturgia komolyságához, az egyházi esztendő ünnepeinek hangsúlyozásával. Nagytartsán a népviseletes asszonyok liturgikus színeket öltöttek magukra, például Böjtben dominált a lila szín. A hagyomány tisztelet ellenére, vagy éppen miatta ebben a gyülekezetben alakulhatott meg Magyarország első keresztény gitárzenekara 1965-ben a Hermons együttes. Most 50 évvel ezelőtti éneket hallgassunk meg, én is próbálom énekelni. Judikán vasárnapjára írtuk kamaszos szöveggel, kamaszos hangszerelésben. Szólj, Uram, hallgatom, nyilvánítsd meg szent akaratod, ítélj meg engemet. Szólj, Uram, hallgatom, nyilvánítsd meg szent akaratod. Ítélj meg, ó Uram, engemet, már látom bűnömet. Ígérem, elhagyom, csak te rád gondolok, amennyiben alkozom. Ítélj meg, ó Uram, engemet. Ha Jézus Krisztust választom bírómul, akkor ő kegyelmez nekem. A mennyekben lakozom, szólt a kamaszkori dallam és a megfogalmazás. Judiká vasárnapja jelzés értékű. Hogyan ítélem meg a kilátásaimat? Hogyan ítéled meg a kilátásaidat? Életemben először 1990-ben voltam börtönben. No, senki ne botránkozon, de ne is legyen előítélettel. Nem mint elítélt voltam ott, hanem mint filmes. Forgattam a balassagyaranti börtönben, akkor már mi keresztjének is bemehettünk, Isten tiszteleteket tarthattunk. A börtön parancsnokkal készített riportban föltűnt nekem, hogy sokszor mondta, nem azt mondta, hogy így gondolom, vagy úgy vélem, vagy ez a meggyőződésen, azt mondta, úgy ítélem meg. Magamban azon mosolyogtam, hogy hát ez egy szakmai ártalom. Igen, de az utcaembere is ítélkezik. Egy nagy darab férfi riportalany mondta az elmúlt napokban a televízióban. Ez a vírus úgy túl van lihegve. Megdöbbentem, összereszkedtem, és arra gondoltam, hogy talán sokára én is ott fogok lihegni az egyik intenzív osztályon. Nem bölcs dolog a rémhírterjesztés természetesen. A dolgok nagyítása, de a veszély leértékelése tragikus lehet. Az első bűneset kapcsán is valami ilyesmi történt, leértékelték. Mintha azt mondta volna a kígyó Évának, hogy hát az Isten túl lihegi a dolgot, de hogy is haltok, mert nyugodtan egyetek a fagyümölcséről. Igen, így veszik sokan keresztények közül is, hogy túl van lihegve a megtérés sürgetése. Túl van lihegve a bűnbánat tartása, túl van lihegve az Úr Jézus követésére való felszólítás és a mennyországra való gondolás. A Biblia tele van egyébként nagyon sok tanítással, tanáccsal az ítéletről és az ítélkezésről. Most két kiemelkedőt említek. Salamon bölcs ítéletét. Tudjuk, hogy a két asszony elmegy a Salamonhoz, mint bíróhoz, hogy dönts el, ki a gyermek. És a hazug, a gonosz anya
aki megölte a saját gyermekét, az azt mondja, hogy nem, igaza van a bírónak, vágják ketté, se nekem, se neked. Igen, a se nekem, se neked álnoksága ez az egyik, mert csak kétfajta csoport van a világon. Az egyik tehát a se nekem, se neked álnoksága, a másik, az inkább adjátok neki, édesanyai sikolj, életféltés. Ez az Isten életféltése. 1 Korintus 4:5-öt olvasom, mint másik igét. Pál apostol írja, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Külön kellene szólnunk a végítéletről, mely teljesen kimarad a mai ember etikájából és világnézetéből. Mi minden Isten tiszteleten elmondjuk, hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szeretett testvérek, ha legközelebb mondjuk a hitvallást, hasson meg bennünket. Ne csak elhadarjuk, itt egy pillanatra égessen meg bennünket, rezzentsen meg bennünket. Komolyan tudom venni, hogy érkezik az ítélőm és az ítéletem? A mai vasárnap tehát Judika az igaz bíróról szól. Pál írja, 2 Timóteus 4:8-ban olvasom, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Uram a napon, az igaz bíró, nem csak pedig nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Jézus tehát az igaz bíró, aki magán hajtja végre az ítéletet. Jézus az igazi főpap, aki magát áldozza föl nyilvánosan. Nem a kárpit mögötti karanténben, nem, hanem a Golgota kifordított szentélyén. Álljon előttünk most éppen ezért pár szimbólum az ítélethozattal területéről. Itt van a paragrafus. Milyennek tartod ezt a jelet? Szimpatikus vagy nem? Mit jelent ez a görög P betűből szimbolizált jel? Nehezen találtam rá a billentyűzeten, pedig ott van az elsőn, a nulla fölött. Jelentése a görög eredeti megértéséből kiszélesedett a számunkra. Para, mellé, grafo, ír. Tehát mellé írás, a következő bekezés, a következő szakasz. Az Ószövetségben az íráson a törvényt, a 10 parancsolatot és a profétákat értették. Nos, ez az írás mellé az új paragrafus, a Szentlélek munkája által az új írás, az új bekezdés, az új szövetség. A Biblia új paragrafusa tehát az evangélium, az új szövetség. Ez az evangélium beszél arról, hogy a Teremtő keresi a kapcsolatot az emberrel, akit elveszített a bűneset miatt. Ezért egy népet választ ki, akiket arra kér, hogy misszionálják a pogányságot, az Éden kirekesztettjeit, Bábel szétszórtjai gyűjtsék össze. Nem történt meg, nem sikerült. Végül úgy dönt a Teremtő, aki szereti az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert, hogy saját maga, a fiú, a testélet ige formájában jelenik meg itt a földön. Jelt kívánnak tőle, és azt mondja, Máté 16:4-ből olvasom, e gonosz és paráza nemzetség jelt kíván, és nem adatik nekik jel, hanem ha Jónás profétának a jele. Vagyis ha Jónás 3 napig volt a cethagyomrában, úgy ő is a halál martaléka lesz, alászáll a poklokra, megint a hitvallásra térek vissza. És elindul a Golgota felé, mert nekünk olyan Istenünk van, aki bíró létére vállalta Kajafásék és Pilátusék ítéletét, melyet végrehajtottak a Golgotán. Paragrafus után következzen a másik szimbólum, itt látunk a kalapács. Bár a magyar bíróságokon állítólag nem használták, de más országokban szimbólumként is szerepel. Amerikai filmekben látjuk a bíróság ítéletponton üt a fakalapáccsal. A bírósági gyakorlatban egy tárgyalás
szakaszának a befejezése, vagy fegyelmezés volt ennek az eszköznek a használata. De ezt az eszközt nem csak bíróságokon használják, hanem az árverésekkor, a vásárlás lezárásakor hangzik a kalapácsütés, senki többet. Igen, ez történt a Golgotán is. Egy világ méretű ítélethozatal kalapácsütései szegezték Jézust a fára. Azok a kalapácsütések a bírósági kalapácsütések is. De ezzel egy időben kettéhasad a templomban a szentét eltakaró kárpit. Jelt adott ezzel az Isten. A karanténba zárt üdvösség kiszabadult. Kinyílt a szentek szentje. Pál apostol Jézus főpapi szolgálatáról beszél. A papság intézménye a világ összes törzsénél és népénél megtalálható. Az ember elemi vágya a génjeiben van helyezve az éden emlék. És ez az éden emlék miatt, hogy kiengeszteli az Istent, ezért mutat be áldozatot. Ezért próbálkozik valamivel kedveskedni, valahogy kapcsolatot teremteni az Istennel. A nagy fordulat az új paragrafussal jelenik meg. Azt mondja az Isten, ember, nem utas be többet nekem áldozatot, mert semmire nem alkalmas. Nem éred el vele a célt, nem lehet átidalni a bűn, a bűnös ember és a bűntelen Isten közti szakadékot. A megoldás az, hogy én mutatok be neked áldozatot, méghozzá saját magamat. A golgotai kalapácsütések egy árverést is bejelentenek. Igen. A Teremtőisten Jézus Krisztus halálával megvásárolta az emberiséget. Drága áron váltott meg téged. Drága áron váltott meg engem. Kiváltott a bűn adósságából. Ezért kérem, hogy ő legyen a bírom, mert ő volt a megváltóm is. Olvastuk, olvasom megint igénk utolsó szakaszát, és ügyeljünk egymásra a szeretetre, és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget tegyük mindezt. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mert látjátok, hogy ama nap közelget. Mostani világi járvány idején sokunkban fölsejlik az utolsó idők jele. Mi ez a jel? Biztos, hogy a katasztrófák, a járványok csak a jelei az utolsó időknek? Biztos? Vagy vannak más jelek is? Vannak. Ezek a jelek a nyomorúságban kitartó testvérek, ti, akik ebben a gyülekezetben is olyan odaadással jelentkeztetek a különböző szolgálatokra, láttam a levelezésben. Isten rajtunk, rajtatok keresztül akar jelt adni a világnak, a gyülekezetünknek. Nem járvány jelet, hanem hit, remény, szeretet jelet. Innen légvonalva nem messze, a Naszály hegy mögött lapul egy kis falu, Ősagárd. Nagy ébredéseknek voltunk tanúi az 1980-as években. Egy alkalommal a templomba nem járó volt pártitkár Pauló Mihály halálos ágyához hívtak úrvacsoráztatni. És csoda történt a falu széli házban. Mihály bácsi elfogadta az Úr Jézust, és így ment át az örökké valóságba, a mennybe. Mihály bácsi elfogadta az Úr Jézust. Megtért. A megyei párt bejelentette a családnak, hogy ő fogják eltemetni, saját halottjuknak tekintik. A család viszont állította, hogy a papa az evangélikus lelkészt kérte meg a temetésre. Mert ez a lelkész meglátogatta a halála előtt, érveltek. Óriási feszültség kezdett kialakulni, mert a család nem engedett. Végül abban egyeztek meg, illetve egyeztünk meg, hogy a párt kezdi a ravatalnál a temetést, és mi folytatjuk a sírnál. Ott álltam a ravatalnál hónam alatt a Luther kabáttal, és szívemben a szorongással.
a TÜSZI, társadalmi ünnepségeket szervező iroda szónoka, sarmos dolgokat emlegetve, a borongos felhős napon véletlenül éppen arról szólt az előre leírt beszédje alapján, hogy milyen gyönyörűséges az emberi tudás napsugara. Elmentünk a sírhoz, iszonyatos boros idő volt, és elkezdtünk énekelni. És ekkor egy olyan dolog történt, ami máig is megviseli a lelkem. Az ének hangjára széthasadtak a felhők, és Paulo Mihály koporsóján ott csillogott a temetőre vetülő fénynyaláb. Jelt adott az Isten. Nem a halál jelét, hanem a föltámadásét. Nem a sötétség komorságának nyomasztó jelét, nem az ítélet jelét, hanem a föltámadás fényét. Tegyünk mi is úgy ezekben a járványborús napokban, hetekben és talán hónapokban, mint Reményik Sándor, aki a Szerenád című versében a következőket írja. Már a száműztem minden földi dalt, a lelkem messzi magasba vágyott, adok az Istennek egy szerenádot. És íme a felhőkárpit meghasad, gyertyaláng libben a függöny alatt, s hogy észrevette? Jelt áld az Isten. Imádkozzunk. Urunk, drága Jézus Krisztus, te a keresztfa szögeire mért csapásokkal drága árverést rendeztél, és drága áron véreden váltottál ki a pokoli méretű adóságomból. A kalapács ütések után lezárult az ítélet, és te azt mondtad, elvégeztetett. Neked ez borzasztó volt, de nekünk a szeretet Istenének a jele. Köszönjük, hogy nem csak az utolsó idők katasztrofális jeleit mutatod, hanem jelenléted, mellénkállásod, örök szereteted jelét is. Sok-sok gyülekezeti tagunk igyekezetét, gondoskodását reményre, gyógyulásra, és ha jön az óránk, boldog találkozásra te nálad. Kérünk, fogadd el ima szerenádunkat, és adj jelt, ne járványosokat, hanem reményeset, ébredésest. Amen. Közvetítést honlapunkon érjük el, és visszahallgatható. Kérjük, hogy erre a lehetőségre hívjuk fel barátaink, környezetünk figyelmét is. Itt mondunk köszönetet Győri János Sámuel gyülekezetplántáló lelkésznek, operatőrnek, vágónak, hogy technikailag lehetővé tette az online istentiszteletünket, valamint köszönjük az istentiszteleten szolgáló testvérek áldozatos munkáját. Ima láncot kezdünk a mai napon a járvány idején. Minden testvért kérünk, hogy reggel 7 órakor napindító csendességünkben csendesedjünk el, és az útmutató igéi mellett imádkozzunk néhány percig Isten irgalmáért, a testi-lelki betegségben szenvedő világunkért, ébredésért és megtérésért. Jakab apostol írja, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. A lelkészi szolgálat, lelki gondozás elsősorban telefonon,
Skype-on, Facebook Messengeren és Hangouts-on keresztül folytatódik a hosszabb beszélgetések időpontegyeztetéssel. A konfirmációs oktatást, jegyes oktatásokat szintén online folytatjuk. Az esküvők és keresztelők megtartását rendkívüli esetben vállaljuk. A temetési szolgálatot szűk családi kör részvételével folyamatosan ellátjuk. A gyülekezet csoportjaival lelkész úr külön veszi fel a kapcsolatot. A hitoktatás online történik. Gyülekezetünk diakóniai, azaz szeretett szolgálatot állít fel az idősek, esetlegesen házi karanténba helyezett emberek, családok segítésére. Az eddigi tapasztalataink szerint a gyülekezet tagjai példás lelkiismerettel és szeretettel fordulnak idős testvéreink, az egyedülálló nagy családjaink felé. A segítségnyújtáshoz most leginkább ezek tartoznak. Bevásárlás, receptek kiváltása, telefonos lelki törődés. Kérjük, hogy aki szívesen részt vesz ebben a szolgálatban, lelkész úrnál e-mailben vagy telefonon jelentkezzen. A napokban a presbiterek telefonon keresik fel gyülekezetünk tagjai, hogy egyházközségünk vezetése a járvány idején a testvérek helyzetéről átfogó képet kapjon, amellyel a segítség igényét és a felajánlott segítség mértékét tesszük átláthatóbbá. Ezzel a diakóniai szolgálat megszervezését segítjük. A testvérek nyitottságát kérjük presbitereink telefonos megkeresését illetően. Gyülekezetünk önben tartó lehet a testvérek jóvoltából, amiért hálásak vagyunk, hiszen a mai világban nagy szó, ha egy közösség önmagát tartja el. A járvány idején szüneteltetett látogatható Isten tiszteletre szánt adomány, persejpénzt most leginkább átutalással lehet eljutatni egyházközségünkhöz. Számlaszámunk a honlapunkon is megtalálható. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben kérjük, hogy közösségünk felelősséggel hordozza gyülekezetünk anyagi életét is. A járvány okozta nehézségek több családunknál, idős testvérnél jelent majd gondot. Adományt gyűjtünk diakóniai szeretett szolgálatunk keretében. Ez esetben kérjük, hogy aki erre a célra adakozik, szintén gyülekezetünk számlaszámára utalja adományát, és a megjegyzés rovatba tüntesse fel, diakóniai szolgálat. Köszönjük minden segítséget. A jókedvű adakozót szereti Isten. Hirdetéseink végén szeretettel kérünk mindenkit az álhatatos imádságra. Imádságos lelkületünk indítson minket a felelős életvitelre. Vegyük komolyan fele barátaink, különösen idősebb testvéreink egészségét, és tartsuk meg a járvány idejére erősen ajánlott szabályokat. Maradjunk otthon, legyünk türelemmel, és a bőti időben használjuk ki a csendesség lehetőségét. A hirdetésben elhangzottakról a szentendre.luterán.hu oldalon olvashatunk. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Most pedig énekeljük el záró oltári szolgálatra felkészítő énekünk, az evangélikus énekeskönyv 355-ös számú énekét.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, igazi főpapunk, jól ismered kísértéseinket, és együtt érzel velünk, mert magad is emberré lettél, és megkísértettél hozzánk hasonlóan. De te ellenálltál a kísértésnek, nemet mondtál az ördögnek. Segíts bennünket is ebben a példában. Segíts nemet mondani a kísértőnek ezekben a napokban és hetekben. Sokszor megtörve érezzük magunkat, megtört az életünk, elveszítettük munkahelyünket, a bezártság érzése nyomasz minket. Félünk a haláltól, félünk ennek az egész világnak az összeroppanásától. De te nagyobb vagy félelmeinknél és rettegéseinknél. Irgalmazz ennek a világnak, benne nekünk. Őrizd meg családunkat, add, hogy ne a mi ma saját magunk bajaival foglalkozzunk, hanem észrevegyük azokat, akik nálunk többet nélkülöznek és jobban szenvednek. Indíts bennünket, hogy felkeressük azokat, akik most magányosak. Felkeressük azokat, akik jobban aggódnak. Telefonáljunk azoknak, érdeklődjünk azok felől, akik hitükben megremegtek, akik nem találják helyüket. Imádkozunk, Uram, ennek a világnak a vezetőiért, hogy amikor harcolunk egy járvány ellen, harcolunk a gazdaság összeomlása ellen, jó és helyes döntéseket tudjanak hozni. Ébreszd fel ezt a világot arra, hogy te vagy az Isten. Akkor is a kezedben tartod ezt a bolygót, akkor is a tenyereden hordozod nemzetünket, ha sok baj és aggodalom ér el bennünket. Imádkozunk egyházadért, benne a Magyarországi Evangélikus Egyházért, azért a rengeteg önkéntes szolgálóért, akik most szerte az országban őrzik, gondozzák azokat, akik nélkülöznek. Imádkozunk a hitoktatókért, akik az evangéliumot online hirdetik. Imádkozunk hittanosainkért, ne veszítsék el reménységüket, ne lankadjon figyelmük az online hittanórákon, hogy jó szívvel és jó kedvel nyissák ki a hittankönyveket otthonaikban, a kicsik színezzenek, a nagyok olvassák az érdekes leckéket, amiben veled és evangéliumoddal találkoznak. Imádkozunk a lelkészekért, akik áldozatos munkával küzdenek a gonosz ellen, a kétségbeesés ellen. Imádkozunk a lelkészi szolgálatokért, ezért a megújult formáért, amikor másképp kell közösséget teremtenünk ebben az országban. Add, hogy egyházad így is növekedjen. Add, hogy a gyülekezetek így is plántálódjanak. Add, hogy a misszió elérje célját. És végül, Uram, imádkozunk önmagunkért, saját hitünkért és elfoglaltságainkért, hogy minden dolgunk szeretetbe menjen végbe, hogy józanul, nyugodtan és békességgel teljesítsük szent akaratodat, vezess személyes életünket, így áldj meg minket, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után otthonaitokban, helyetekről felállva fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Orvosok orvosa őrize meg gyülekezetünket, gyülekezetünk idős tagjait, családjait, hittanosait. Erős vár a mi Istenünk.